Köszöntöm nézőinket! Önök a Puszta Szabolcs TV adását látják. Ha észrevételük van, írhatnak nekünk a pusztaszabolcs@tókötőjel.tv.info címre. Mai magazinunkban a Szabolcsi Hét című hírműsort láthatják, majd ami a hírek mögött van című összeállításunkban a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállása 90. évfordulójának megünnepléséről készített összeállításunkat tekinthetik meg. Most tehát, ahogy ígértem, kezdődjön hírmagazinunk a Szabolcsi Hét Máté G. Péter szerkesztésében. Köszöntöm a Szabolcsi Hét nézőit! Először következzenek híreink röviden. Írásbeliztek az érettségükért. Újraélesztettek, de csak játékból. Beiratkoztak az elsősök. Megelőzésről, gyógyulásról beszélgettek. Robbant a ház. Végre elférnek a sportszereik. Hatot lőtt egymaga. Pusztaszabolcs nyerte idén a Földórája magyarországi versenyt. Adásunk felvétele alatt zajlott az ezt tanúsító táblák avatása, amelyről következő adásunkban számolunk majd be. A ballagás után még volt egy szabad hétvégéjük a pusztaszabolcsi végzős középiskolásoknak, de a következő hétfőn reggel már életük egyik nagyobb komoly pontjához érkeztek. Megkezdték érettségi vizsgáikat. Két osztály 39 diákja búcsúzott a Pusztaszabolcsi Szabolcs-Vezér középiskolától az idei ballagás alkalmával, hogy azután alig szuszanásnyira a nagy eseménytől már is megkezdjék írásbeli vizsgáikat az érettségi alkalmából. Ennek során a magyar matematika, történelem és az idegen nyelvek érettségi vizsgája mellett további 5 szabadon választott tantárgy némelyikének ismeretéből is számot kellett adniuk a tanulóknak. Idén nem volt gimnáziumi végzős osztály, a 12 peraosztályosok kereskedelmi, a 12 bések közigazgatási szakon végeztek a szakközépiskolában. Az elegánsan öltözött, izgatott fiatalokat Mátyás Julianna igazgató tájékoztatta a tudnivalókról. Ahhoz, hogy a vizsga szabályosan menjen, és ne kelljen nekünk valamifajta rendbontást, vagy szabálysértést jelenteni a kormányhivatal felé, ezért szeretnélek benneteket tájékoztatni a vizsgaszabályokról. Jó? Néhány dolgot így közösre elmondok, és majd minden terembe külön-külön be fogok menni hozzátok, és le fogom ellenőrizni, hogy valóban megtartjátok-e azt, amit a törvény előír. A vizsgák során rendkívüli esemény nem történt, a diákok igazán érett módon tartották be az előírásokat. Azt, hogy milyen sikerrel írták meg dolgozataikat, a június 3-ai, 4-ei betekintés során tudhatják majd meg. A szóbeli vizsgák június 16-a és 19-e között zajlanak majd a Szabolcs-Vezér gimnázium és szakközépiskolában. Újraélesztést tanultak, és egy valóságos riasztás részesei is lehettek az idei mentős napon a látogatók a pusztaszabolcsi mentőállomáson. 1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület Kressz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, ekkor jött létre az Országos Mentőszolgálat, és ezáltal a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxiológiát, azaz a mentéstant. Az Országos Mentőszolgálat 1948-as megalakulása óta egységes szervezetként működik. Az ország közel 250 mentőállomásán mintegy 7000 mentő dolgozó tevékenykedik, a mentőegységek évente közel 1 millió beteget látnak el. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították. 7 évvel ezelőtt kezdte meg működését a pusztaszabolcsi mentőállomás, amelyet a pusztaszabolcsi polgárok mindinkább a magukénak éreznek. Ezt mutatja az is, hogy az immár hagyományos nyílt napon, május 10-én ezúttal is nagyon sokan látogattak el az állomásra, hogy a helyszínen ismerkedjenek a mentősök cseppet sem könnyű munkájával, a kocsik karbantartásától a riasztásokon át a mentésekig. A látogatóknak a vezető Královics Gábor mutatta be a mentőállomást. Szeretettel köszöntünk benneket a pusztaszabolcsi mentőállomás, nem tudom, hogy jártatok-e itt a mentőállomáson már. Minden évfordulót meg szoktunk itt ünnepelni, 2007-ben nyílt itt pusztaszabolcsa a mentőállomás. Ugye a mentőszolgálatnak is van szülinapja, mint nektek, mert neki pont most a 66. szülinapja van.
ezáltal betekintést nyerhettek a mentőállomás, mentőautó, mentő munkának a rejtelmeibe. Nem kell félni a mentősöktől, nem bántanak, ismerkedjetek meg a mentőautókkal, mentős bácsikkal, és be fogják nektek mutatni a mentős bácsik a különböző kötözéseket, bármilyen kérdésetek van, bármi van, akkor válaszolnak rá. Tudja, hogy milyen felszerelések vannak egy mentőautóban. Ezt tudjátok-e, hogy mit célt szolgál? Igazi. Igen, de mit lehet a beteget rejteni? Lefeket. Így van, lefeket. Ez egy gurulós ágy. A reggel 7-től délig tartott nyílt napon óvodás, általános és középiskolás csoportok, családok és magánszemélyek is ellátogattak a Puszta-Szabolcsi állomásra. A gyerekek eljátszhatták, hogy mi történik egy balesetnél, mit csinálnak a mentősök. Rosszul tetszik lenni? Ne tessék rosszul lenni! És ugyanígy egyszerre megfogjuk. A gyerekek a bemutató kedvéért még balesetet is eljátszottak, amely során az újraélesztést is megtanulhatták, gyakorolhatták. Jó napot! Nem válaszol a bácsi. Szólunk ugye itt a környezetünkben lévőknek, hogy hívjanak mentőt. Hátrahagyjuk a fejét a bácsinak, ugye mind tudunk neki stabil légutat biztosítani, és 10 másodpercen keresztül nézzük, hogy emelkedik-e a mellkas, süllyed, érezzük-e, illetve halljuk-e azt, hogy lélegzik. Megfogjuk így a fejecskét, ránézünk a mellkasára, nincs semmi. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. És akkor neked most jó, megállunk. Kettő fúj. Orrába. Az orrába. Megmutatom, nézd, akkor emléletek emelkedik. Látod a mellkasát, hogy emelkedik? Ez a mi bácsi befúj. Mint egy 500 felnőttnek mérték meg a mentőszolgálat munkatársai vérnyomásukat, pulzuszámukat, ellenőrizték vércukorszintjüket és adtak egészségügyi tanácsokat. A mérésekkel a gyerekek is megismerkedhettek, mondta el Královics Gábor, a Puszta-Szabolcsi mentőállomás vezetője. Belekóstolhattak az óvodát végzett ifjak az iskola levegőjébe. Igaz, mindezt egyelőre még csak a beiratkozás erejéig tették. Nem tréfa dolog az élet, az idő gyorsan halad, az óvoda játékos világából hamar a sok évig, évtizedekig tartó tanulás rajtjánál találja magát a 6 éves kisgyerek. Első lépés az iskolássá válás során a beiratkozás, amelyre a Puszta-Szabolcsi József Attila Általános Iskolában a közelmúltban került sor. A 2014-2015-ös tanévet ezúttal 48 kis elsős kezdi majd meg két osztályban. Ez némi visszaesést jelent a gyermek létszámban, hiszen a most záruló tanévben 3 első osztály indult az iskolában. Jó hír viszont, hogy valamennyi olyan gyereket fel tudtak venni az egésznapos iskola-otthonos osztályba, akiknek szülei ezt igényelték. Idén a 3 első osztály mellett 3-3 osztálynyi gyerek tanult a Puszta-Szabolcs iskolában 2., 4., 5. és 7. évfolyamokon. Miközben a már jogilag iskolás kicsik visszatérhettek még egy rövid időre pajtásai közé az óvodába, a nagyobbaknak még június 12-ig, az utolsó tanítási napig sok feladatuk akad a tanulás terén. A 8-osok ballagására június 13-án, míg a tanévzáró ünnepségre június 21-én reggel 8 órakor kerül sor, tájékoztatta a Szabolcsi Hét nézőit Molnár Árpádné igazgatóhelyettes. Nyílt napot tartott a Napraforgó Klub. A résztvevők egy természetgyógyász tapasztalataival ismerkedhettek meg. Az egészségügyi világszervezet a WHO szerint jelenleg évi 14 millió új rákos megbetegedést regisztrálnak a nagyvilágban, ez a szám 2025-re évi 20 millióra nőhet. A drámai emelkedés részint a népesség növekedés és az egyre magasabb várható élettartam számlájára írható. Magyarországon évente 65 ezer új daganatos beteget regisztrálnak, akik közül legalább a fele meggyógyul e rettegett betegségből. Olyan korról van tehát szó, amelyről beszélni kell. Ezt tették Puszta-Szabolcson is. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Magyar Rákellenes Liga Puszta-Szabolcsi alapszervezeténél, a Napraforgó Klubnál a legutóbbi közgyűlésen vezetőváltás történt. A hosszú ideig az elnöki posztot betöltő Csordásné dr. Juhász Judit nem vállalta tovább a klub vezetését, utódja Beslényi Ildikó lett. Az ő bevezetőjével és köszöntő szavaival kezdődött a klub legutóbbi összejövetele, nyílt napja.
Ahogy azt meghirdettük, a mai témák Martinka Krisztina fog alakulni. Ő, mint a Belojanszi kineziológus és természetgyógyász, elvállalta, hogy újfent meglátogat minket, és beszél egy kicsit saját tapasztalatairól a betegség és a életmód kapcsán. Parzinka Krisztina kineziológus, természetgyógyász a betegségek gyógyításáról, az életutakról, életmódokról, alternatív gyógymódokról beszélgetett a résztvevőkkel. Az előadó saját tapasztalatait is megoszthatta a hallgatósággal, mint egy a betegségben sajnálatosan érintett ember. Márciusban lesz 2 éve, hogy hát kiderült, hogy már megmondom. És hát, hogy úgy mondjam, ez olyan volt, hogy teljesen kiürült az agyam. Nem mondanám azt, hogy pánikban, nem mondanám azt, hogy sajnálat. Egyszerűen üres volt az agyam. És ezt leginkább abból vettem észre, hogy nem tudtam magamnak ehetőt főzni. Pedig, ahogy az előadó elmondta, jó otthoni szakásnak tartja magát, de ebből a tudományából a betegségének kiderülését követően semmi sem maradt. Szakemberek tanácsára megváltoztatta étkezési szokásait, és egy igen kemény diétával kezdett. Mindenről, saját sorsáról, harcáról, a gyilkos korral szemben, gyógykezeléséről, személyes tapasztalatairól beszélt hallgatóságának, akikkel ezt követően beszélgetés alakult ki az életvitelről, életmódról, táplálkozásról, a rák elkerülhetőségéről, vagy éppen túlélhetőségéről a Napraforgó Klub nyílt napja alkalmából. Robbanás miatt érkezett segélykérő hívás május 16-án délelőtt a katasztrófavédelemhez. A megyei műveleti szolgálat és a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók összesen 4 gépjárművel indultak el a riasztást követően Pusztaszabolcsra, a Szabolcs-liget egyik társasházához. Mindez a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján volt olvasható. Az érintett épületben 8 lakás található. A robbanás akkor következett be, amikor az egyik lakás konyhájában az ott lakó férfi a tűzhely sütőjét akarta begyújtani. Az idősebb urat, aki a mentők tájékoztatása szerint könnyű sérülést szenvedett, a tűzoltó kiérkezés előtt már kivitték a lakásból, a mentők megérkezésüket követően ellátták, majd kórházba szállították. A robbanás következtében nem keletkezett tűz, továbbá csak az a lakás károsodott, amelyben a detonáció bekövetkezett. A nyílászárok üvegbetétei kitörtek, a tokok kimozdultak a helyükről, és több válaszfal is megsérült. A tűzoltók átvizsgálták az épületet, áramtalanítottak és elzárták a gázt, valamint 3 darab propán-bután gázpalackot is kivittek sértetlenül az épületből. A lakóháza statikus szakember is átvizsgálta, aki biztonságosnak ítélte a szomszédos 7 ingatlant, amelyekbe a lakók visszatérhettek, és az energiaszolgáltatásokat is visszakapcsolták, tájékoztatott a pusztaszabolcsi lakásrobbanásról a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Otthonra lelte a pusztaszabolcsi erőlét sportegyesület lelkes erőemelő tagsága. Az Adonyi úton álló használaton kívüli házba költözhettek, hogy az eddiginél sokkal jobb körülmények között készüljenek fel versenyeikre. Az egyesület tagsága nem túl nagy, ez annak is betudható, hogy mindeddig nagyon szűkösen tudtak csak edzeni, és eszközeik nagy részét helyhiány miatt nem is használhatták. Ahogy az egyesület elnöke Somogyi Béla elmondta, most már akár 15-en is dolgozhatnak egyszerre az edzéseken. Az Erőnlét Klub tagjai most a legközelebbi megméretetésükre a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 90. évfordulóján megrendezendő legerősebb emberversenyére készülnek. Somogyi Béla azt is szeretné, ha többen lennének, ezért szívesen látnak mindenkit, aki már betöltötte 14. életévét. Mindenkit szeretettel várunk, aki sportolni szeret, aki mozogni szeret, hétfő szerda pénteken,
16 órától 20 óráig. Az elnök azt is örömmel közölte, hogy végre felkészülhetnek a háromfogásos versenyekre is, amelyeken fekvenyomás, guggolás és felhúzás szerepel a programon. Eddig ilyen felkészülésre, edzésekre nem volt lehetőségük. A klubnak már Facebook oldala is van, amely megtalálható a közösségi portálon az Erőnlét SE név alatt. Igen, csak a véghajránál tart a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság, amelyben a Puszta Szabolcs SC akár egészen kiváló eredményt is elérhet. A Kulcs elleni 5-0 például egy jó lépés volt a sikerhez. A fiataloknál Tóth Norbert rúgott 6 gólt egy meccsen. Az Agárdi Termál csoportban szereplő PSC a bajnokság 26. fordulójában otthon fogadta a Kulcs együttesét, és 3-0-ás félidei vezetést követően 5-0-ra legyőzte a mindössze egyetlen cserével a kispadján felálló ellenfelét. A gólokon öten osztozkodtak egyenlő arányban. Gólszerzett Balogh Zoltán, Kovács Zsolt, Tóth János, Györök Attila, Varga Zoltán. Egy héttel később, május 18-án a 27. bajnoki fordulóban Sárbogárdra látogatott a PSC, ahol 6, ebből 2 pusztaszabolcsi sárgalappal színesített mérkőzésen, a jelentős tudásbeli különbség ellenére is csak 0-0-ás döntetlennel és egy megszerzett ponttal tudta zárni a fordulót. 3 körrel a vége előtt a PSC 56 pontjával az 5. helyre csúszott vissza, mindössze 2 ponttal lemaradva a jelenlegi 3. helyezettől, de azonos ponttal a jobb gól különbségű 4. A következő 3 forduló elég lehet a bronzérem megszerzéséhez, de ehhez 3-szor is nyerni kellene úgy, hogy közben azért a riválisok időnként hibázzanak is. A nagyok utánpótlását jelentő U20-as bajnokságban szereplő pusztaszabolcsi fiatalok a Kulcs elleni meccsükön egy igen kiváló vízilabda eredményt produkáltak, hiszen 1-0-ás félidei vezetésüket további 13 találattal erősítették meg a második játékrészben. A meccsen Tóth Norbert nem kevesebb, mint 6 gólt ért el, míg a további gólokon Kovács Andor 2, Virág Martin, Sári Levente, Láng Máté, Baka Gergely, Farkas Roland, Baka Béla 1-1 találattal osztozkodott. A 27. fordulóban Sárbogárdon 1-1-es félidő után 4-1-re nyertek a szabolcsi fiatalok, akik góljait Kovács Andor, Sári Levente, Baka Béla, Tóth Norbert szerezte. A csapat 3 fordulóval a bajnokság vége előtt 52 ponttal az 5. a bajnoki versenyfutásban. Az öreg fűk a Plasztobó bajnokság 4. csoportjában az időközben visszalépett Nagyvenyimmel játszottak volna, de ellenfél hiányában becset 3-0-ás eredménnyel és 3 ponttal igazolták a számukra. Egy héttel később a PSC öreg fiúi a Mezőszilast fogadták, és félidei 1-0-ás vendégvezetést követően 2-1-es vereséget szenvedtek a látogatóktól. A csapat jelenleg 34 ponttal az 5. a bajnoki versenyfutásban. Híreink még egyszer röviden. Írásbeliztek az érettségükért. Újraélesztettek, de csak játékból. Beiratkoztak az elsősök. Megelőzésről, gyógyulásról beszélgettek. Robbant a ház. Végre elférnek a sportszereik. 6-ot lőtt egy maga. A szabolcsi hétvégén megköszönöm figyelmüket. Önök a Puszta Szabolcs TV hírműsorát látták. Ami a hírek mögött van. 90 év egy ember életében is szép kor, hát még egy civil szervezet létében. Puszta Szabolcs a 90 éves önkéntes tűzoltó egyesületére lehet büszke. A szép jubileumot a polgárokkal együtt névadással és egésznapos programmal ünnepelték a lánglovagok. A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 1924-ben alapították. A község 1925. június 15-én elhatározta az önkéntes tűzoltóság felszerelését és eszközök beszerzését, akkor 30 fő tartozott a szervezethez. A község 1926. június 12-én határozta el a tűzoltószertár megépítését, amelyet a falu központjában a templom téren építettek fel. 1963-ban új helyre költöztek a helyi lánglovagok. A tanácsházánál lévő mezőgazdasági gépszerelő szakközépiskola gyakorló műhelye mellett kapott helyet a tűzoltószertár az 1978-as megsemmisüléséig. A jelenlegi szertárépületet 1981. novemberében adták át, olvasható a Pusztaszabolcsi Tűzoltók honlapján. A városi tűzoltóság szoros kapcsolatot tart fenn a németországi testvértelepülés Stauffenberg tűzoltóságával. Ennek köszönhető, hogy 2002-ben a német tűzoltók egy Mercedes tűzoltóautót ajándékoztak Pusztaszabolcsnak, az önkéntes tűzoltóknak. Jelenleg 3 gépjárművel rendelkezik a helyi tűzoltóság.
Ez annak is köszönhető, hogy a régi víztartállyal rendelkező Csepel tűzoltóautó mellé egy másik 2400 literes víztartállyal rendelkező Mercedes típusú tűzoltóautót sikerült kedvező áron vásárolni a német kapcsolatok segítségével. Az önkéntes tűzoltó egyesület május 11-én ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját egy egésznapos rendezvénnyel. Az esemény megnyitóját névadó ünnepség és emléktáblaavatás követte. Először az iskolások kórusa és az ifjú tűzoltók adtak műsort a jeles évforduló alkalmából. Itt vagyunk egy zene szól végre, és az annak soha sincs vége, borra, tehát pohárral kocinthatunk jókat. Kiálltok a tűzoltókat! Szigeti András, őértük szólok, őértük szólok, akik nyugalmunkat napon törzik, kik szunnyadok harasban és otthonunkat védik. Kinek barát a tűz, de a támad orvok, kezdjük le, karjuk, vértjúcsóan mozgok. Mi hajtja őket? Talán a szenvedély, az ember féltés, és az a remény, hogy égboltunk mindig tiszta marad. Az önkéntes szolgálat a hivatást tudott. Az eresz alatt vicserélő fecske, alszik a sarokban, a nádbaripa is, lehunja szemeit a bodorbaba is. Alszik Meseország, alszik faluváros, szerteszét az álom, pillangója száldos. Falunak, városnak, pihentető álmán, csak apukánk víraszt csendes őrszobáján. A gyerekek köszöntő műsora után az egyesület elnöke Baloni László köszöntötte a vendégeket és beszélt a névadóról. Névadóra gyűltünk össze tűzoltó szertárunkat, nevezzük el a településünk egyik jeles tűzoltójáról. Varga Jánosról. 1948. március 16-án született Perkátán, 1965-ben lépett a Pusztaszabolcsi Önkéntes Egyesületbe egy év próbaidő után. Belépésétől kezdve aktívan részt vett az egyesület munkájába. Tagsága alatt elvégezte a tűzoltó parancsnoki tanfolyamot, 1991-től az egyesület parancsnokaként irányította a helyi tűzoltókat. Nagy szerepe volt az egyesület folyamatos működésében és fejlődésében. Ezt a példamutató tevékenységet még a betegsége sem akadályozta meg, egyvesével is odadóan végezte munkáját haláláig, amely 2008. november 5-én következett be. Varga János példamutató tevékenységért több elismerést kapott életébe, de legnagyobb elismerés az, hogy a tűzoltószertár róla nevezzük el. Ez példaként szolgálhat a felnövekvő ifjúsági tűzoltóknak, ők majd átveszik a stafétabotot, és reméljük nagyon sokáig viszik tovább, valamint őrzik a lakosság értékeit. Ezt követően leleplezték a tűzoltószertán falán elhelyezett és a névadót megörökítő emléktáblát. Kérem az alelnök urat, hogy a táblát koszorúzza meg. Ezt követően a meghívott vendégek, köztük a katasztrófavédelem és a testvérváros küldöttségének képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit, majd Stauffenberg polgármestere Volker Zimmermann mondott köszöntő beszédet. Guten Morgen, meine Damen und Herren! Guten Morgen! Der Feuerwehr von Pusztaszabolcs. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Einladung, dass wir heute bei diesem wichtigen Tag für Sie beim 90-jährigen Bestehen der Feuerwehr Pusztaszabolcs dabei sein dürfen. Köszöntöm a kedves hölgyeimet és uraimat. Nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a meghívást ide, és örülök, hogy együtt ünnepelhetjük ezt a 90 éves fennállást ennek az egyesületnek az évfordulóját. Bei uns ist das Feuerwehrwesen eine der wichtigsten Aufgaben in jeder Gemeinde. Und deshalb sind wir dankbar, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich bereit erklären für den Dienst in der Feuerwehr und das freiwillig in ihrer Freizeit.
Úgy gondolom, hogy ez a tevékenység, amit a tűzoltók végeznek, ez igen fontos, és ezért mindenki, aki önkéntesen vagy hivatásosan végzi ezt a tevékenységet, az igen fontos feladatot lát el. Die Menschen in jedem Ort müssten stolz sein auf diese Männer und Frauen, die für sie dafür sorgen, dass immer, wenn Not oder Elend angesagt ist, wenn es brennt, wenn Unfälle sind, die Feuerwehr kommt und ihnen hilft. Úgy gondolom, hogy minden olyan személyre, nőre vagy férfire, aki önként vagy hivatásosan látja el ezt a feladatot, büszkének kell lenni, hiszen akár tűzesetnél, akár balesetnél ők mindig megpróbálnak segíteni, és ezt úgymond szívesen végzik. Zimmermann úr beszéde végén egy jelképes ajándékot, egy tűzoltó sisakot, valamint emléklapot adott át a pusztaszabolcsi tűzoltóknak. Az ünnepi beszédeket követően rendőri felvezetéssel és a Puszta Lovas Egyesület lovasaival az élen indult el a menet arra felvonulásra, amely a tűzoltó szertár épületétől a katolikus templomot megkerülve a városi sportpályáig tartott. A sportpályán összegyűlt ünneplőket Baloni László, a Tűzoltó Egyesület elnöke köszöntötte. 90 éve döntött az akkori település vezetése, hogy megalakítja a városunk az önkéntes Tűzoltó Egyesületet. 90 éve folyamatosan vigyázunk Pusztaszabolcs lakosainak értékeire, lehet szó tűzről, árvízről, belvízről vagy más segítségnyújtásról. Akik köztünk tevékenykednek, önként vállalták ezt a feladatot. Természetesen a mostani kornak megfelelő eszközök kezelésével és használatával. Az utánpótlás nevelése által át tudjuk adni tudásunkat és megtaníthatjuk a fiatalokat a segítségnyújtásra, mivel annál nincs nemesebb dolog, mint hogy más embertársainkon segítsünk, vagy bajt mérsékeljük, amennyire tudjuk. Remélem, egyesületünk még nagyon sokáig fog tevékenykedni, tovább viszik a fiataljaink ezt az eszmét, ha mi már nem tudunk tevékenykedni. Nagyon sokáig éljen ez a szervezet, és ne legyen sok dolga. Ha mégis lesz, akkor tegyük szakszerűen. Az ünnepséget megnyitom, és jó szórakozást kívánok mindenkinek! Pusztaszabolcs város polgármestere Csányi Kálmán Arany János tengeri hántás című baladájának egy idézetével kezdte ünnepi köszöntőjét. Ropog a tűz, messze süt a vidékre, pirosan száll füstje fel a nagy égre. Mi egyszerű pusztaszabolcsi állampolgárok pontosan mindig abban reménykedünk, hogy a tűz, az égre szálló füstnek a tüze az nem fog sosem létezni. Mert mindig abban reménykedünk, hogy ilyen katasztrófa, ilyen hatalmas nagy veszteség nem történhet meg velünk. Mégis időnként egyszer-egyszer előfordul az ilyesmi, és mindig abban reménykedünk, ha már katasztrófa van, akkor lesznek olyan személyek, lesznek olyan szervezetek, akik ebben a katasztrófa elhárításában segítenek nekünk, ha nem is vagy az elhárításban, vagy legalábbis a kár
enyhítésébe. És amikor az önkormányzat és a tűzoltó egyesületnek a kapcsolatáról beszélünk, akkor mindig ez a választói, állampolgári akarat szokott érvényesülni. Hiszen az önkormányzat is pontosan tudja, az önkormányzat képviselői, akár a jelenlévő képviselői is pontosan tudják, hogy a vészhelyzetnek a megszüntetése, a kár enyhítésnek a megvalósítása csak akkor lehetséges, hogyha az önkormányzat és az egyesület között folyamatosan jó együttműködés tapasztalható. Ez az együttműködés pedig jó. A vagyonvédelem és a kárenyhítés a városban nem működne a puszaszabolcsi tűzoltók nélkül, mondta a polgármester, aki kiemelte a Stauffenbergiek folyamatos segítségét is, amelynek révén fejlődhet a helyi tűzoltó egyesület. És még egy utolsó gondolat, amiről szeretnék szólni, hiszen tudják, elég régóta szóbeszéd, elég sokan beszélnek róla, már többször leültünk, többször bejelentettük, hogy állami tűzoltó őrs fog alakulni egy Puszaszabolcson, és látszólag úgy tűnik, hogy azon kívül, hogy egy vízbekötés történt, nem történik az építéssel kapcsolatosan semmi. Én arról azt a tájékoztatást kaptam, hogy a jövő hónapban a közbeszerzési eljárás nyertese a jövő hónap folyamán hozzá fog a beruházáshoz, hogy december 1-től, de legkésőbb január 1-től az állami tűzoltóság működhessen. Végezetül szeretnék egy kedves verset felolvasni, amitől mindenki óvakodik, de mégis úgy gondolom, hogy ebben az időszakban a tűzről, a lángról kell egy kicsit beszélnünk, méghozzá Tóth Árpád Láng című versének az első gondolatai szeretném önöknek felolvasni, és ezzel szeretném befejezni a gondolataimat. Eldobtam egy gyufát, s legott hegyke lobogásba fogott. Lábhegyre állt a kisnyulánk, hegyes sipkájú sárga láng, vígat nyújtózott, furcsa törpe, izget mozgott, előre-körbe, lengett, táncolt a zöld amart, nyilván pompás tűzvészt akart, piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt eget, de göggel álltak fenn a fák, és mosolygott minden virág, nem rezzent fel senki a vészre, a száraz hű sem vette észre, s a lázas törpe láng lehűlt, elfáradt és földre jött. Kiváló önkéntes tűzoltók kaptak ezt követően elismeréseket, okleveleket az elmúlt években, évtizedekben végzett áltozatos munkájukért. Az ünnepi beszédek, jutalmazások után a vidámság, a szórakozás vette át a megható pillanatok helyét. Először az ifjúsági tűzoltó csapat előadását élvezhette a szép számú ünneplő közönség, majd latin tánc bemutató következett. Yeah.
Az aerobik bemutatón az ifjú sportolók színpompás gyakorlata nagyon tetszett a közönségnek. Az eseményen volt könyvbemutató, amelyen a közönség a Tűzoltó Egyesület életét, történetét bemutató füzettel ismerkedhetett meg, majd mese következett a Manóvár Alapítvány előadásában. A Harmónia Nyugdíjas Egyesület fellépése újabb szint vitt az ünnepi program műsorába. Akiket érdekelt, megtekinthették az Egyesület életéről szóló tárlatot. Kitelepült több civil szervezet, többek között a Foltvaró Klub is, akiknek tagjaitól hasznos tanácsokat kaphattak a varráshoz a háziasszonyok vagy az ügyeskezű urak. Aki megéhezett, igazán pompás falatokból választhatott. Folyamatosan programok szórakoztatták a közönséget egész délután. Megtekinthették a város legerősebb embere versenyét, amelyet az Erőnlét Sport Egyesület szervezett és az iskolásoknak a Józsefes Alapítvány közreműködésével megtartott sportvetélkedőjét. Gyerünk, Gábor! Lassan, nyugi! Sokan várták a tombola húzást is, ahogy az igen színes nap befejezését jelentő műsor énekesét, Kacor Ferit is. Yeah.
haverem legyen. Májusban világok nyílnak, májusban jön a szeretet. De nélküle mit ér a május, nélküle mit ér a nyár. Szeretném elteremni, de emléke visszajár. Nélküle mit ér a május, nélküle mit ér a nyár. Szeretném elteremni, de emléke visszajár. Mai műsorunk ezzel véget ért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket következő műsorunknál is. Viszontlátásra!